Ünnepélyes keretek között átadták a legjobb csömöri sportolóknak járó elismeréseket. A díjakat Fábri István polgármester, Tihanyi Ferenc sportért felelős képviselő és Solti László, a Csömör Sport ügyvezetője adta át. A legjobb csömöri sportolók utánpótlás kategóriában. Kerékpár, Feldhoffer Bálint, atlétika, Víg Zoltán, kézilabda, Ríz Bulcsú, labdarúgás, Albert Botond, jó tanuló, jó sportoló, Forchhoffer Péter. A 2021-es év legjobb csömöri utánpótlás csapata, a Csömör KSK ifjúsági kézilabda csapata lett. A legjobb csömöri sportolók felnőtt kategóriában atlétika, Pető Ferenc, asztali tenisz, Benkó Gábor, kerékpár, Szilveszter Balázs, kézilabda, Kavrán Andrea és Bakos György, labdarúgás, Zsitnyányi Dániel. A 2021-es év külön díjasa a sporttörténelmet írt Walter Attila, az év edzője, Illés Károly, a felnőtt labdarúgó csapat edzője, az utánpótlás csapatok szakmai koordinátora. A legjobb sportoló az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián cselgáncsozó, a legjobb csapat a Csömör KSK nagypályás labdarúgó csapata lett. A díjátadó gálán a három világversenyről három éremmel hazatérő Tóth Krisztiánnal készült interjú. Elképesztő évet zártam 2021-ben. Az év elején volt egy kis megcsúszásunk, ami részben a pandémiának volt köszönhető. Onnan, hogy lábaltunk ki, és hogy tudtunk ilyen magaslatokba törni, az, hogy három világversenyről három érmet sikerült szereznem, és előtte még Grand Slam érmeket is sikerült beletenni a kis batyumba. Elképesztő élmények, tényleg ilyen felfoghatatlan. A mai napig úgy gondolok vissza erre az évre, mintha meg se történt volna. Tehát ez egy eszméletlen dolog, arról nem is beszélve, hogy novemberben megszületett a kislányom, ami még nagyobb öröm számunkra, a kis családunknak. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz ezt überelni. Az egész szakma is tebb maradni fog, én úgy gondolom. Tehát ez egy jól bevált dolognak bizonyult. Úgy gondolom, hogy kár lenne ezen változtatni. Ugyanígy fogjuk folytatni a melót, ahogy eddig is csináltuk. Az edzőm természetesen marad, a klubom az MTK természetesen marad. Járdán Tamás, mint coach marad, Haris Éva, mint táplálkozási szaktanácsadó marad. Nem nagy meglepetésre a feleségem is maradni fog, de bízunk benne, hogy ebbe se lesz semmiféle változás. Úgyhogy ténylegesen a szakmai stáb az maradni fog. Rengeteget beszéltem erről az elmúlt időszakban. Én úgy gondolom, hogy a mostani modernkori sportban csak ennek van jövője. Tehát az, hogy polihisztorok kitalálják, hogy majd ők egyedül megoldják az egészet, legyen ez egy versenyző vagy egy edző, én úgy gondolom, hogy képtelenség. Tehát ez akkora klasszisnak, vagy nem is tudom, egy csodabogárnak kell lenni, hogy ezt az ember egyedül megoldja, hogy tényleg szinte lehetetlenne adatszol. És ez az egyik ilyen fő tevékenységem a jelenlegi helyzetben, hogy minden sportársamnak, minden sportbarátnak, legyen ez más sportág, legyen ez csak egy sport közeli ismerős, azt taglalom, hogy merjenek nyitni, építsenek ki egy olyan szakmai stábot, amiben megbíznak, ami számukra hiteles, és úgy érzik, hogy jó szakemberek dolgozhatnak velük, és ebben az irányban, vagy ezen az úton menjenek tovább, haladjanak tovább egészen addig, ameddig tudnak. Nem feltétlenül azért szoktam mondani a neveket, hogy hú, most nekem a Járdán Tamás bevált, mindenkinek a Járdán Tamással kellene dolgozni, mert ez úgy gondolom, hogy így ebben a formában nem igaz. Még egyszer csak ismételni tudom magam, próbáljanak meg a sportolók egy olyan hiteles embert maguk mellé keresni, akikben ténylegesen megbíznak, és így együtt magaslatokba tudnak törni. Itt azért az Ildikót is megemlíteném, elég keveset beszéltünk a Moldvai Ildikóról, aki gyógytornászként funkcionál. Hát most már nem tudom, hogy az olimpiai bizottságnál, de minden esetre minket nagyon szívesen bármikor fogad. Ezek a preventív jellegű mélyizomfejlesztő tornák is nagyon-nagyon fontosak abban, hogy az ember ne sérüljön meg a 2-3 hetente versenyen, vagy az utána történő edzőtáborban. Úgy gondolom, hogy akik egy kicsit is figyelemmel követték a pályafutásom ezen szakaszát, vagy esetleg az előtte lévőt is, ők látják azt, hogy ténylegesen hiszek ebbe a dologba, és századjára is azt kell, hogy mondjam, hogy ez lehet a jövője annak, hogy valaki sikeres, esetlegesen olimpiai érmes versenyző legyen. Megyünk Törökországba, az lesz az első nemzetközi verseny, ahol vissza fogok térni. Úgy, hogy említetted, Párizsban és Izraelben is küzdeni akartam, de egyéb problémák miatt sajnos nem tudtam részt venni a versenyeken. Van egy ilyen post-covid jellegű tünet, vagy probléma, amit próbálunk orvosolni és kezelni. Elég sok embernél ez most így előjött. Hozzá kell tennem amúgy, hogy nagyon nehéz visszaállni, tehát amikor az ember már mindent megszerzett, amit lényegében meg akart szerezni, vannak céljaim, és Párizsba is természetesen indulni szeretnék, és kvótát akarok, illetve szeretnék még egy olimpiai érmet, mert most ez igazából a legnagyobb célkitűzés még a sporttal kapcsolatban, hogy magyar judósnak még nem volt 2 olimpiai érme, és szeretnék én lenni az első, aki ezt meg tudja teljesíteni, vagy tudja abszolválni.
Visszatérve rá Törökországba kezdek 2 hét múlva, májusban lesz egy Európa-bajnokság, és utána meg is kezdődik a kvalifikáció, a miénk az elég hosszú, 2 éves, körülbelül 70 olyan verseny van, ahol pontokat lehet szerezni, és súlycsoportoknak a legjobb 18-at tud kijutni direkt kvótával egy olimpiára. Itt is most megint csak saját magamat tudom azzal kapcsolatban ismételni, hogy nagyon nehéz lesz a kijutás. Fiatalabb már nem leszek, holott még azért nem vagyok idős, jönnek a fiatalok is. Kíváncsian várom ezt a ciklust, hogy milyen meglepetéseket fog okozni, legyen ez pozitív vagy negatív.